Április 17-én reggel az orosz erők csapást mértek Csernyihív egyik sűrűn lakott negyedére. A sebesültek száma folyamatosan nő. Az Ukrajinszka Pravda beszámolója szerint már 37 embert kezelnek kórházban, közülük 12-en súlyosan megsérültek. Dmitro Brzezinski csernyihívi vezető közölte, hogy csütörtök reggel 9 órakor a keresési és mentési művelet befejeződött. 18 halottról tudunk. Orvosi segítséget 78 ember kért, közülük 37-en kórházban vannak. 12 ember állapota súlyos. Mondta hozzátéve, hogy a támadásban összesen 28 épület rongálódott meg, egy teljesen megsemmisült. A NATO tagországoknak az Ukrajnának nyújtott támogatás és a saját fegyverzetük közötti választás kérdésében Ukrajnát kell választaniuk, jelentette ki szerdán Jens Stoltenberg NATO főtitkár a Cseh Köztársaság Dánia és Hollandia miniszterelnökeivel közösen tartott sajtótájékoztatóján. Stoltenberg elmondta, a cseh kezdeményezés folytatásaként a légvédelmi és tüzérségi lövedékekre kell összpontosítani. Kijelentette azt is, hogy rövid távon konfliktus alakulhat ki az összes cél elérése és annak biztosítása között, amire Ukrajnának most szüksége van. De Ukrajnának többre van szüksége, ezért ha a szövetségeseknek választaniuk kell a NATO védelmi kiadási céljaik teljesítése és Ukrajna további támogatása között, az én jelzésem egyértelmű, küldjenek többet Ukrajnának, hangsúlyozta a NATO főtitkár. A példa Dánia, amely úgy döntött, hogy minden tüzérségi rendszerét átadja Ukrajnának, miközben konkrét tervei vannak azok pótlására, mutatott rá Jens Stoltenberg. Az amerikai hadtudományi intézet szerint az Egyesült Államok által Ukrajnának nyújtott biztonsági segítségnyújtás folyamatos késedelmei korlátozzák az ukrán csapatok képességét a hatékony védelmi műveletek végrehajtására, miközben az orosz erők számára rugalmasságot biztosítanak a támadó műveletek végrehajtásához. Katonai elemzők megjegyezték, hogy Oroszország és Ukrajna folyamatos innovációs és alkalmazkodási versenyt folytat a légvédelem terén, amelyben Oroszország állandóan módosítja csapásainak időzítését, mértékét, összetételét és célpontjait annak érdekében, hogy áthatoljon Ukrajna légvédelmi rendszerén, írja az Ukrajinszka Pravda. A légvédelmi rendszerek és elfogó rakéták kis száma miatt Ukrajnának nehéz döntéseket kell hozni a tekintetben, hogy a légvédelmi rendszereket a hátországi és frontvonalbéli területek között hogyan ossza el. Így a frontvonali csapatok nagy mértékben kiszolgáltatottak az orosz légitámadásokkal szemben. Az ISV azt is megállapította, hogy az Egyesült Államok képes gyorsan olyan mértékben légvédelmi rendszereket biztosítani Ukrajnának, amelyek Ukrajna légvédelmi képességeinek jelentős javításához szükségesek. Szembe kell nézni azzal a lehetőséggel, hogy Oroszországnak a közelgő júniusi európai választások előtt dezinformációs eszközökön keresztül a Kremlbarát érzelmek erősítésére tett kísérletei már nem csupán fenyegetést jelentenek. Jelentette ki Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke szerdán a brüsszeli uniós csúcsra érkezve. Az Európai Parlament készen áll arra, hogy minden lehetséges módon támogassa az uniós tagállamokat a demokratikus döntéshozatali folyamataikba való rossz indulatú beavatkozás visszaszorításában és kezelésében, emelte ki az uniós törvényhozó testület elnöke. Metsola szerint Ukrajna, Moldova, Georgia és Nyugat-Balkán uniós csatlakozásának továbbra is kiemelt helyen kell szerepelnie stratégiai és politikai napirenden. Irannal kapcsolatban kijelentette, hogy a hétvégi támadása Izrael ellen további feszültségeket gerjesztett a térségben. Az EU továbbra is azon fog dolgozni, hogy a feszültség csökkenjen és elkerüljük az újabb vérrontást, hangsúlyozta. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának képviselői találkoztak a képviselőház tagjaival, és sürgették őket, hogy hagyják jóvá az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, mert az ukrán hadsereg most szörnyű helyzettel néz szembe a csatatéren. Közölte csütörtökön az RBK Ukraina hírportál az Associated Press amerikai hírügynökségre hivatkozva. Charles Brown tábornok, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnöke elmondta, legyen szó lőszerről, járművekről vagy platformokról, az oroszok jobbak Ukrajnánál. Egyszerűen elmondom, hogy Ukrajna jelenleg szörnyű helyzettel néz szemben a csatatéren.
Lloyd Austin védelmi miniszter, aki Brown mellett ült, azt mondta az amerikai törvényhozóknak, hogy az idő a lényeg. Már látjuk, hogy a csatatéren kezd valamelyest megváltozni a helyzet Oroszország javára. Látjuk, hogy érnek el fokozatos sikereket. Azt is látjuk, hogy az ukránok feladata a front tartása, mutatott rá a Pentagon vezetője. Újabb mentőautó került csütörtökön Ukrajnába. A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a budapesti Szenzo Auto autószerviz jóvoltából, mely Rivnében fog szolgálatot teljesíteni. Az összefogásnak köszönhetően a háború kitörése óta a vegyes kamara közel 200 mentőt küldött Ukrajnába, hamarosan pedig Kijevbe juttatnak 8 orvosi eszközökkel felszerelt gépjárművet. A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara a Szenzo Auto autószervizzel már közel 200 ilyen minden szükséges berendezéssel ellátott mentőautót küldött humanitárius segélyként a háború sújtotta övezetbe. A háta mögött lévő gépjármű például Rivnében fog szolgálatot teljesíteni, az ukrán városokat ugyanis szinte naponta érik drón és rakétatámadások. A mentőautók tehát emiatt hasznos felajánlásnak bizonyulnak. A tervek szerint a vegyes kamara a közeljövőben újabb 8 ilyen járművet fog küldeni Ukrajnába, mégpedig Kijevbe, mely napi szinten van kitéve a légi támadásoknak. Vitalij Klitschko, Kijev főpolgármestere nemrég levelet is küldött Gelb Sándor kamarai elnöknek, melyben nagyra értékelte a felajánlást, és köszönetét fejezte ki a szolidaritásért. Azt is írta, hogy bár Kijev megye már nincs orosz megszállás alatt, de az energetikai rendszert, a kritikus infrastruktúrát és a lakóházakat ért támadások miatt hatalmas szükség van ezekre a gépjárművekre. Vagyis minden jól jön, a mentőtől a buszig, ami a katasztrófa elhárítók munkáját segítheti. A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara az elmúlt időszakban persze nem csak mentőautókkal segített Ukrajnában, hanem a Kahovkai víztározó felrobbantása után ivóvizet is küldött a katasztrófa sújtotta térségbe. Kárpátalján pedig a belső menekülteket ellátó önkormányzatoknak küldött tartós élelmiszert. Ezen felül pedig segített megszervezni több száz frontövezetben élő gyermek magyarországi kirándulását is. Közel 800 napja tart az orosz-ukrán háború, Magyarország pedig továbbra is segíti a bajba jutott kárpátaljai magyarokat és ukránokat egyaránt. A különböző segélyszervezetek, illetve civil kezdeményezések szállítmányai szinte napi rendszerességgel lépik át a magyar-ukrán határt. Vitajú szívközépésé, tovább vöztökkel tudja, Ukrajna népművésze, Sevcsenko, erdélyi és boksai díjas festőművész, az Ukrán Nemzeti Művészeti Akadémia akadémikusa, a Kárpátaljai Festőiskola élő legendája. A 93 éves Volodimir Mikita festőművész életpályáját bemutató, ismert és eddig ki nem állított alkotásaiból összeállított tárlat nyílt a Munkácsy Mihály Magyar Házban. Erdély Bélának, Boksai Józsefnek a tanítványa. A Latorca Parti Város 3 éve működő kulturális központjában ez a 30. kiállítás. A művészúrral 2022-ben találkoztunk, mikor Erdély Béla emlékházát adtuk át, és tulajdonképpen ő meg is nézte a Magyar Házat, és szerintem már akkor eldöntötte, hogy ő szeretne itt egy kiállítást szervezni. Mi nagyon-nagyon nagy megtiszteltetésnek érezzük, hiszen tényleg ő egy élő legenda, hiszen Erdély Bélának, Boksai Józsefnek a tanítványa, 93 évesen, még mindig aktív, betegségétől függetlenül, és hála jó Istennek sikerült megszervezni, és látjuk azt, hogy mennyi sokan eljönnek, nem csak Munkácsról, Ungváról, egész Kárpátaljáról, hiszen tényleg ez egy ünnep, hiszen velünk van egy élő művészettörténelem, és nagyon örül neki, hogy a Munkácsy Mihály Magyar Házat választotta. Az 1949-ben készült, a nagymamát megörökítő alkotással, az 1953-as önarcképpel, a családi portrékkal szemben, a modern kor ízlésvilágával összhangban készült, színes, absztrakt, ugyanakkor mély gondolatokat kifejező, több mint 80 festményt bemutató tárlat, igazi csemege a képzőművészet kedvelői számára. Földink tulajdonképpen, mert itt Rákosi születésű,
Mikéta, és hát több évben ismerem őt, voltam a házában, a múzeumában is, gyönyörű kollekció van a műveiből, de itt a Munkácsy Mihály Magyar Házban egy olyan reprezentatív, szép kiállítást látunk, egy egész másik Mikétát, amely egy kereső, fiatal művésznek az érett munkái. Azért mondom, hogy fiatal, 92 éves, hál' Istennek, és mégis ez az aktív, gyönyörű, merész, stíluskereső ember egy egész új palettát tett elénk, nem azt a hagyományosat, amit eddig látunk tőle. Мікіти величезне самим фактом свого існування, своєї присутності. Володимир Микіта már magával a jelenlétével is jelentős szerepet tölt be a művész társadalomban. Ő az, aki a kárpátaljai festőiskolánk nagyjai, alapítói mellett nőtt fel, mi több, velük egyenrangúvá vált, az ő útjaikat folytatta, és teszi ezt hála Istennek a mai napig. Érti és tudja, hogy mit jelent festőművésznek lenni, és teljes egészében átadni magát az alkotás folyamatának. Legyőzte a betegségeket, a problémákat és a szerencsétlenségeket, de sohasem maradt hűtlen a festészethez. És ez mindmáig így van. Ő fogja az ecsetet, az pedig tartja benne a lelket. Hála Istennek, a megromlott egészségi állapota ellenére folytatja a festést. Amikor felkérést kaptunk arra, hogy mutassuk be műveit, arra gondoltam, hogy ne csak az utóbbi, modern alkotásait mutassuk be, mert gondolom a közönséget érdeklik a fiatalkori festményei is. De a legfontosabb, hogy vannak a tárlaton olyan alkotások, amelyek még sohasem voltak kiállítva. Ezért lett a tárlat címe Ismert és ismeretlen alkotások. Nagyon örülök, hogy sikerült ezt az eseményt megszervezni. Tehetem, akkor eljövök mindig a Munkácsy házban egy-egy kiállításra, mert nagy öröm számomra, hogy itt végignézhetem Kárpátalja legkiválóbb művészeinek az alkotásait. Ez már a 30., ha jól emlékszem, 30. kiállítás, és újra egy csodálatos kiállításon vagyok itt. Mikitát ismerem elég régóta, és hát ő az egyik legnagyobb festőművész, ma élő festőművész itt Kárpátalján, és öröm végignézni ezt a gyönyörű, egy egész életutat megmutató kiállítást. Volodymyr Mikita egész életében hű maradt a hagyományokhoz, művészetén átível a népi, paraszti gyökerekhez való ragaszkodása. A tiszteletre méltó korú művész egészségi problémái ellenére ma is aktívan alkot, számos kárpátaljai művész alkotói mentora. A Kárpátaljai Festőiskola élő klasszikusának festményeit bemutató tárlat május végéig tekinthető meg a Munkácsy Mihály Magyar Házban.
Ukrajnában hamarosan véget ér a külföldön működő vállalkozások tulajdonosainak adóbevallási kampánya. Amennyiben egy Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező ukrán állampolgár legalább fele-fele arányban tulajdonosa egy más országban működő vállalatnak, akkor Ukrajnában is be kell nyújtania a jövedelem és vagyonadó bevallást. Fizikai osobom, rezidentom Ukrajny, jaki majd azok az ukrajnai természetes személyek, akik állandó ukrajnai lakcímmel rendelkeznek, és legalább 50%-ban tulajdonosai külföldön tevékenységet folytató vállalkozásnak, kötelesek nyilatkozni ezekről a külföldi cégekről Ukrajnában. Amennyiben az 50%-os részesedés több más ukrán állampolgárral közösen alakul, mindegyik önállóan köteles benyújtani a nyilatkozatot. Amennyiben a társaság tevékenységéről szóló jelentés angol nyelven íródott, nem szükséges ukrán nyelvre fordítani, ha viszont más idegen nyelven készült, akkor az ukrán nyelvre történő fordítás kötelező. Magát a dokumentumot kizárólag elektronikus formában kell benyújtani az egyén ügyfélkapuján. Jelenleg a bevallás a 2022-2023. Évi tevékenységekről készül. Ez lehet teljes vagy egyszerűsített. A vagyon és jövedelem nyilatkozat benyújtásának végső határideje 2024. május 1-e. Jelenleg az adóhatóság munkatársai a 2022-es és 2023-as adóbevallási évre vonatkozó nyilatkozatokat várják. Ha a külföldi társaság pénzügyi éve nem esik egybe az ukrajnai pénzügyi évvel, akkor a 2022-es évre általános jelentést kell benyújtani. 2023-as évre pedig egyszerűsített jelentést. Az általános bevallást a tárgyi végéig kell benyújtani azt követően, hogy megkapták a külföldi társaságoktól az arra vonatkozó pénzügyi kimutatásokat. A bevallási kötelezettség Ukrajnában újdonság a külföldön működő társaságok tulajdonosai számára. Korábban az ilyen tevékenységekről nem volt kötelező nyilatkozni. Ugyanakkor az adóhatóság szakembere hangsúlyozta, hogy a bevallási akció nem feltétlenül van maga után adófizetést Ukrajnában. Bizonyos típusú tevékenységek esetén adókedvezményt lehet igénybe venni. Abban az esetben, amikor a külföldön működő vállalat profitja nem éri el a 2 millió eurót, amit az Ukrán Nemzeti Bank adott évi átlagforgalmán számolnak ki, ez a jövedelem adómentességet élvez Ukrajnában. Továbbá, amikor az effektív adókulcs, az úgynevezett társasági adó a külföldi cégeknél 5% ponttal alacsonyabb, mint Ukrajnában. Ez szintén adómentes Ukrajnában. Szlovákiában például az effektív adókulcs 19%, míg Ukrajnában 18%. Ez azt jelenti, hogy az ott megtermelt jövedelem után Ukrajnában nem kell adót fizetni. Effektívna stavka 19%, u nas 18%, tobto ti dochody, jaki tam jevni, ne budu tut u nas opodatkovatis. A külföldön tevékenységet folytató vállalkozások utáni adóbevallást május 1-jéig kell benyújtani. Bizonyos esetekben a vagyonnyilatkozat mellékleteit is ki kell tölteni. Ezek után az adó befizetésére 60 nap áll a vállalkozó rendelkezésére. A bevallás benyújtásának elmulasztása vagy késedelemmel történő benyújtása közigazgatási bírságot von maga után. Az Ungvári Művészeti Iskola diákjainak előadása is része volt annak a programnak, amelyet önkéntesek szerveztek a katonák és veteránok számára a Kárpátaljai Szabadtéri Néprajzi Múzeumban tartott piknik alkalmával. Összegyűjtöttük azokat a katonákat, akiket Munkács kórházaiban kezelnek, valamint azokat, akik Kárpátaljára érkeztek és itt vannak a rotációs szolgálatban. A velük való beszélgetések és a kórházakban tett látogatások során rájöttünk, hogy nagy szükségük van a külső kapcsolatok felvételére. Most pedig látjuk, hogy mennyire élvezik a természettel való találkozást, és kellemesen meglepődtek a gyerekek előadásán is. Hisszük, hogy ez ad erőt és támaszt a további gyors felépülésükhöz, mondta a civil szervezet elnöke. Kárpátaljai pikniket nehéz elképzelni bográcsban főtt étel nélkül. Ezt egy katona, ma már háborús veterán készítette a résztvevőknek.
Elmondása szerint ezek az események nagyon fontosak a katonák számára, mivel a gondoskodás és a hála megnyilvánulását jelentik. Saját tapasztalatomból is mondhatom, hogy ez rendkívül szükséges. Érezned kell, hogy nem felejtettek el, hogy itt vagy, hogy van veled valaki, hogy nem vagy egyedül a problémáiddal. Plusz a természet. A főzés is valami olyasmi, ami inspirálhat, nyilatkozta a veterán. A katonák szerint az a legfontosabb, hogy ne legyünk közömbösek. A betegségem miatt kerültem ide, áthelyeztek a hátországba. Úgy gondolom, hogy az ilyen események fontosak, mivel támogatják a katonákat, különösen a sebesülteket. Nagyon jó, hogy vannak önkéntesek és gondoskodó emberek, akik segítenek, mondta ez a katona. Az eseményt a civil szervezet képviselői kezdeményezték, és az Életem fáj a jótékonysági alap támogatta. Mivel a katonai állomány pszichológiai, mentális egészségének javítására szakosodtunk, meglátogatjuk őket a kórházakban. Támogató csoportjaink vannak, a fő hangsúlyt az erőforrásokra helyezzük. Vagyis erőforrás-orientált tanácsadással foglalkozunk, és elsősorban a katonákkal dolgozunk ezeken a területeken. Természetesen ezek a kirándulások, kulturális rendezvények jó hatással vannak a lelki egészségükre és a hangulatukra. Ezért szerveztük, igyekszünk ilyen módon is segíteni, mondta a szakértő. A katonák egy rövid séta során megismerkedtek a helyi hagyományokkal, majd megkóstolták a bográcsgulyást. A zenei műsort a Boldog Romzsa Tódor nevet viselő Ungvári Görögkatolikus Teológiai Akadémia szemináristái szolgáltatták. Nem ez az első alkalom, hogy az önkéntesek ilyen rendezvényt szerveznek a katonák és a veteránok számára, és mint fogalmaztak, nem is az utolsó.